360 fokba hegyek. Mert az repkedsz itt a fülembe bele, hát hülye vagy te. Interjú. Milyen volt a naplemente? Kus! Mint általában Magyarországon a hétvége. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök. Például vasárnap, hétfő, kedd. Úgy eltűnt másfél perc alatt a nap, hogy alig tudtam csinálni 86 fényképet. Hihetetlen. De szerencsére megy a GoPro timelapse. Lepirultam a napon, egész nap napon voltunk. Tengerparton. Úszkáltunk a tengerben. Matracon, matrac nélkül. Kicsit búvárkodtam, merülgettem. Búvárkodtam, hát ugye van ez a snorkellezés.
Úgyhogy jó volt. Ugráltam szikláról. Nagy nehezem. Vera rávett a végén, hogy ugorjak már levégre a szikláról. Hát beugrítom a szikláról, hogy nincs baj, csak utána van hirtelen alatta, nem tudom, 13 méter víz, és ki tudja, mi van ott lent alul. És túl sok cápás filmet néztem, úgyhogy kicsit így fostam a dologtól. De hát látom olyan helyet, hogyha beugrok, nagyon gyorsan ki lehet úszni és ki lehet jönni. Mert azt tudni kell egyébként Horvátországról, hogy nagyon sziklás a part. Tehát az ember beugrik valahol, az nem garancia, hogy amíg ki is tud jönni könnyedén, mert annyira csipkésre, élesre vannak a sziklák a víz által koptatva, hogy nagyon nehéz néha kijönni. Egy picikét beüt az ember a térd, és azonnal lejön a bőr. Tehát kicsit veszély, és oda kell figyelni, hogy ember hol ugrik be, hogy ki is tudja jönni utána. De nagyon jó volt, szuper napunk volt.